Itt a Nyíregyházi Egyetem idegen nyelvi oktató és vizsgáztató központjában 6 féle nyelvvizsgára lehet jelentkezni, és különböző típusok között is válogathatnak az érdeklődők. Egy nyelvű és kétnyelvű mód, de szaknyelvi vizsgáztatás is van. Évente így összesen 3-4 ezer vizsgázó is jelentkezik a központba. Novák Katalin a napokban jelentette be, hogy a kormány január 1-jétől az első nyelvvizsga díját minden 35 év alatti fiatalnak finanszírozza utólag. Ez azért nagy segítség, mert a felsőoktatásban 2020-tól már bemeneti követelmény a nyelvtudást igazoló bizonyítvány, és alapszakos diplomát sem kaphat készhez egy diák sem nélküle. Van egy olyan fontos elvárásunk, hogy a nyelvismerete az embernek annyiféle kommunikációs lehetősége, ha a nyelvet külön ismer, vagy szoktuk mondani, ha a nyelv annyi ember van. Ez azért fontos, mert hogy azért csak egy olyan unióban élünk, ahol mindenképp jó az, hogyha a közvetlen embertársainkkal a saját anyanyelvükön tudjuk tartani a kapcsolatot. Több mint valószínű, hogy a vizsgahelyek számára az igen fontos lesz, hogy hány nyelvet ismernek ezek a gyerekek, illetve hogy milyen életkorban jönnek ide. Nekünk fontos megalapításunk ebben a pillanatban az, hogy megváltozott a nyelvvizsgára jelentkezőknek az összetétel. Egyre jellemzőbb, hogy érettségi előtt álló diákok jelentkeznek nyelvvizsgázni. A kormány azoknak fizeti vissza a nyelvvizsgadíját, akik komplex bizonyítvánnyal rendelkeznek, tehát a szóbeliük és az írásbeliük is sikeres volt. Ezt akkor is térítik, ha nem egyszerre sikerül a két rész. A visszakapható összeg 34.500 forint, ez közép- vagy felsőfokú vizsga esetén is igénybe vehető. A kormány a jövőben az idegen nyelv oktatását is támogatja majd. Ennek a kiemelt projektnek a címe önkéntesség személyre szabva, és ennek pont az a lényege, hogy fél év, egy éves önkéntes tevékenységet, amennyiben meghatározott szervezeteknél végez egy fiatal. Májustól indul meg csak a beadási határidő a projektre, tehát még nem tudjuk, hogy kik lesznek ezek a kedvezményezettek végül, de abban az esetben, hogyha egy önkéntes tevékenységet végez, akkor ezeknek a szervezeteknek valamilyen nyelvi órát, vagy valamilyen nyelvi tanfolyamot kell biztosítaniuk a fiatalok számára. Az ingyenes nyelvvizsga programot azért is indított el, mert a tavalyi magyar ifjúság kutatás alapján a fiatalok 73%-a úgy nyilatkozott, hogy maga biztosan beszél valamilyen idegen nyelvet, bizonyítványa azonban csak 31%-uknak van.